Új lehetőségek, munkaerőpiaci esélyek növelése a Kreditab Kft.-nél című támogpályázat záró konferenciájára került sor Debrecenben 2015. június 24-én. A pályázat az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt több mint 29 millió forint 100%-os visszanemtérítendő állami támogatásból valósult meg, 25% előleg bevonásával, ami nagy mértékben segítette a programnak a megvalósulását, és nagyon örültünk annak, hogy első pályázóként komolyan véve nem csak a lehetőséget látták benne, hanem azt a felelősséget is, ami ezzel a megítélt támogatással jár. A pályázat célja a humán erőforrás fejlesztése, a megváltozott munkaképességi munkavállalók hatékonyabb segítése, a munkavállaláshoz szükséges készségeik fejlesztése volt. A zárókonferencia részvevőit Hartl Gyula, a Kreditab Kft. Gazdasági vezetője, és Hartl Gyuláné ügyvezető köszöntötte. Tisztelettel üdvözöllek mindannyiótokat. Nagy szeretettel köszöntelek, hogy végre másfél év után itt vagyunk, és nagyon megokosodva és felkészülve arra, hogy ezután nagyon bátrak legyetek, megtaláljátok magatoknak a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy tovább lépjetek tőlünk, ha muszáj, hanem akkor nálunk maradjatok továbbra is, de ennyire jól kiművelten, ahogy a másfél év alatt ez megtörtént. Komoly szakmai oktatásba vettetek részt. Ez a szakmai oktatás, ez nagyon meglátszik már a munkánkon, sokkal felelősségteljesebb a ti munkátok, mint ami addig volt, mert a szakmaiság megjelenik a mindennapi életünkben. A debreceni székhelyű védett szervezetként működő Kreditab Kft. Jelenleg 127 megváltozott munkaképességű kollégával végez takarítást közintézményekben. 12 éve működik a vállalkozásunk. Én egy megváltozott munkaképességű ember vagyok, aki úgy gondoltam, hogy én vállalkozni szeretnék, és a hasonló sorsú emberekkel, mint én vagyok, dolgozzunk együtt, ha más nem, akkor legalább takarítást, mert kiszorultunk a munkaerőpiacról 12 évvel ezelőtt, amikor ez elkezdődött. Azóta takarítunk, és a létszámunk folyamatosan nő. Megbízhatónak tartják a kollégáink a mi hozzáállásunkat, a mi cégvezetésünket, és nagyon szeretnek nálunk dolgozni, szeretnek, mert mi igyekszünk biztosítani a munkát a mindannyiunk megélhetésére. Nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a céget, és a betegségemnek megfelelően, tehát itt találják a betegséget, és tudunk itt dolgozni, és hogy beneveztem erre a szakmai képzésre, ami egy OK és takarítói képzést adott a számomra, és hát nagyon sok mindenbe tudom hasznosítani. Évekkel ezelőtt is dolgoztam takarításba, tehát én mióta az eszem tudom így mondjam, tehát gyakorlatilag én ebben foglalkozom. Én nagyon szeretem a szakmámat, én szeretek takarítani, de most nagyon hasznossá tudom tenni ezzel a képzéssel, mert rengeteget tanultunk. Tehát én nekem egy kicsit nehéz volt bejárni, mert Nyíregyházáról jártam be Debrecenbe, de vállaltam, és nagyon jó kis közösség volt, tehát megtanultuk a konfliktuskezelést, tehát sok mindent, amit itt én megtanultam, át tudtam adni a kollégináknak Nyíregyházán természetesen, mert ugye mivel egyedül én iskoláztattam be magamat gyakorlatilag, és hát nagyon-nagyon-nagyon rugalmasan tudunk most már azóta dolgozni, megpróbáljuk ezt hasznosítani a mindennapokba, és én azt hiszem, hogy ez a, hogy mondják ezt az egész projektet, én nagyon hasznosnak tartom, és kellene, hogy minden embert, tehát képzésen menjen keresztül, hiszen leéltük az életünket, és nem tanultunk. A projekt teljes ideje alatt rekreációs mentorok segítették a résztvevőket annak érdekében, hogy sikeresen el tudják végezni a program nyújtotta képzéseket, tanfolyamokat. Tudni kell, hogy ezek az emberek erejükön felül kellett, hogy ezekbe a képzésekbe részt vegyenek. Az OK és takarító képzések elméleti, illetve gyakorlati órái mindig szombaton voltak. Ezek a hölgyek ugye a 7 napból 6 napon keresztül dolgoznak egyébként, tehát hétfőtől szombatig dolgoznak, és az oktatásokra úgy kellett eljárniuk, hogy a munkaidejükön túl elég nagy
problémát okozott számukra az, hogy ugye ez idő alatt, ez alatt a 8 hónap, 9 hónap alatt például a családjukat eléggé elhanyagolták, hiszen nagyon kevés idejük maradt arra, hogy a családdal töltsék a mindennapjaikat, ugye. Az a kevés idő, amit otthon töltöttek, az is inkább arra fordítódott, hogy tanuljanak. Rendszeresen tartottunk egyébként olyan órákat, külön órákat, ahol a számukra kérdéses feladatokkal foglalkoztunk, illetve a számukra problémát okozó kérdésekben segítsük őket. Természetesen ezekre a órákra csak azok jártak, akik igényt tartottak erre. Így is volt egy olyan 8-10 fő, aki rendszeresen igénybe vette ezeket a külön órákat is. Az alapképzés miből állt, és miből állt az OKS képzés, milyen tematikára épült? Az alapképzések során tehát beszélgettünk a krízisről, stresszhelyzetekről, az érzelmek, viselkedések szabályozásáról, önismeretről, kommunikációról, konfliktuskezelésről, munkahelykeresési technikákról, mentálhigiénés foglalkozásaink voltak, illetve hát szociális ellátórendszerekről beszélgettünk, illetve az ellátórendszerről beszélgettünk. A pályázat keretében a kötelező alapképzésen a cég 15, az OKS képzésen pedig 20 munkatársa vett részt. Az OKS képzésen tisztítás technológiai szakmunkások lettek munkavállalóink. Nagyon büszkék vagyunk egyébként rá, hogy 21 főből 20 fő elvégezte sikeresen ezt a képzést. Megtanulhatták ez alatt a képzés alatt, hogy milyen vegyszerrel, mit lehet takarítani. Megtanulhatták, hogy például nem kutyulgatjuk a vegyszereket, milyen balesetveszélyek, tehát milyen baleseteket okozhatnak a melyik vegyszer, mire lehet káros például, illetve a gépek kezelését is megtanulhatták. Tehát a tisztítás technológia szakmunkás, ő mit tanulhat? Azt gondolná az ember, hogy takarítani több-kevésbé mindenki tud, de azért a gyakorlati feladatok mik voltak? Igen, hát a gyakorlat persze, ha nem tudjuk ennek az anyagoknak a pH értékét például, nem tudjuk, hogy mivel takarítunk le. Tehát csinálhatunk, okozhatunk egy cégnek olyan kárt, hogyha nem megfelelő tisztítószerrel dolgozunk. Tehát tudnunk kell, hogy mivel dolgozunk, mi az, amit tehetünk ezekkel a szerekkel, és hát át kell adjuk a kolléganőknek is, hogy természetesen, hogy ezt ezzel csinálod, azt azzal. Hogyan fogadta ezt a lehetőséget, hogy részt vehet a képzésen? Én nagyon örültem neki, hogy kerültem a képzésbe, mert nekem nagyon sokat segített úgy családon belül, mind baráti társaságban, munkahelyen, mindenütt. Úgyhogy nagyon jó, nagyon örülök neki. Ha ki kellene bővebben fejteni, hogy mi mindenben segített, egy pár példát tudná elmondani? Hát például jobban tudok kommunikálni emberekkel, közvetlenebb vagyok, jobban odafigyelek a munkámra, mint előtte, jobban megnézem, hogy mit, hogy csináljak, kivel, hogy beszéljek, ki milyen, és ahogy hogy kell hozzá alkalmazkodni. A projektet dr. Szabó Lajos vállalati jogtanácsos, a képzések egyik oktatója értékelte. Hogyan tovább? Ugye a legfontosabb kérdés az, amikor befejeződik egy folyamat, és itt ugye Kisibolya megerősítette, hogy ez a mai találkozó ennek a projektnek a nem csak a nevében, hanem ténylegesen is a záró értekezlete. Azt gondolom, hogy hogyan tovább, ott leginkább az befolyásolja, hogy mennyiben tud a Creditup Kft. Továbbra is folyamatos munkaellátottságot biztosítani. Én azt örömmel hallom, és azt gondolom, hogy nem árt, hogyha az ügyvezetés megerősítés többször is hangsúlyozza azt, különösen, hogyha ez alátámaszható, amit az előbb bevezetőjében mondott Hartnér asszony, hogy azt tapasztalja a cég vezetése, hogy az elmúlt egy év alatt a munkához való hozzáállásukban, mentalitásukban, az emberi kapcsolatok tekintetében bizonyos fejlődést, változást tapasztalnak, ami pedig azt jelenti, hogy ez a foglalkozás ebből a szempontból már is elérte célját, akiknek pedig még papírja is van róla, hogy új képesítés szerzett, az büszkén tárolhatja a fiókjában, és adott esetben majd be is mutathatja, hogyha erre valahol szüksége lesz az életben. Dr. Fónainé pásztor Enikő oktató egy utolsó jó tanáccsal is ellátta a programban résztvevőket. A tréning szó maga edzést jelent. És én tréningeket tartottam nektek. Ugye az edzések során izmosodunk.
És azokban a területekben, amiben a tréning során én igyekeztem bevezetni egy kicsit benneteket, ez elsősorban az önmegismerésről szólt. Én így a tréningek összegzésében annyit mondanék nektek, volt az ott szó önismeretről, kommunikációról, önértékelésről, érzékenységről, nagyon sok mindenről beszélgettünk, meg stressz, meg problémakezelés, meg mindenféle. Én egy tanácsot adok, ismerd meg magad, mert ha te nem ismered, más se fogja. A titok a legrosszabb dolog az életünkben. Tessék az információt mindig mindenkivel megosztani, mert a titkok megölnek minket. Tessék beszélni, kommunikálni, bárkivel, bármiről lehet. Tudjátok, hogy a tréning szabálya az, hogy bármiről beszélhetsz, ami veled történik. Ami a másikkal. Arról nem illik. Ugye? Tehát beszéljetek, kommunikáljatok. A projektzáró értekezleten fórumra is sor került, ahol az oktatásban résztvevő munkavállalók és oktatóik elevenítették fel az elmúlt másfél év történéseit és osztották meg élményeiket.